Több baleset is történt Hajdúszoboszlón és környékén. Ezekről beszélt Karácsony Béla sajtószóvivő a Hajdúszoboszlói Városi Televíziónak a két hetente megjelenő rendőrségi magazinban. Nem az útviszonyoknak megfelelően vezette járműjét az a segédmotoros kerékpáros, aki 2021. október 8-án az esti órában szenvedett balesetet Hajdúszoboszló belterületén. A rendelkezésre álló információk szerint 17 óra 10 perc körül időben Hajdúszoboszló Baros utcán közlekedett egy helyi lakos az általa vezetett segédmotoros kerékpárral, amikor egy enyhe bal kanyarban kisodródott a járművével, és az útmenti fának ütközött. A baleset során a segédmotoros kerékpár vezetője 8-on belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Figyelmetlensége miatt okozott balesetet egy férfi 2021. október 9-én a késő délelőtti órákban a 4-es számú főútvonal Hajdúszoboszlót érintő szakaszán. A rendelkezésre álló adatok szerint egy férfi közlekedett személygépkocsijával 10 óra 50 perc körül Kaba irányába, Hajdúszoboszló irányába, amikor nem vette figyelembe az előtte forgalmakok miatt lassító másik személygépkocsit, és annak hátulról neki ütközött. Könnyű sérüléseket szenvedett az a kerékpáros, aki személygépkocsival ütközött egy kerékpárúton. Az eddig rendelkezésre állatok szerint 2021. október 18-án 10 óra 50 perc körül időben egy nő közlekedett kerékpárjával Hajdúszoboszló Tebessel összekötő kerékpárúton, amikor egy mezőgazdasági telephelyről bekötő úthoz érkezett, útkereszteződéshez érkezett, az ott közlekedő személygépkocsi vezetője nem adott a részére elsőbséget, és azzal összeütközött. Baleset során a kerékpáros 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Ütközés elkerülése érdekében egy másik parkoló gépkocsinak ütközött egy gépjármű vezetője. Az eddig rendelkezésre állatok szerint október 18-án 16 óra körül Hajdúszoboszló Isonzó utca egyik parkolójából tolatást végzett egy személygépkocsi vezetője. A tolatási manőver során elkerült el figyelmét, hogy mögötte egy másik személygépkocsi érkezik. Ez a személygépkocsi vezetője a balesetet elkerülje, elkormányozta a járművét a kanyarodási útvonalról. A manőver során azonban neki ütközött egy másik parkológépkocsinak. Ebben a balesetben is anyagi kár keletkezett. Figyelmetlensége miatt szakította le a vasúti felsővezetéket egy tehergépkocsi vezetője 2021. október 20-án 15 óra 45 perc körül időben Hajdúszoboszló Szováti úti vasúti átjáróban. Az eddig rendelkezésre álló adatok szerint egy férfi közlekedett az által vezetett tehergépkocsival. Figyelmetlensége miatt a tehergépkocsinak a platója az felnyitott állapotban volt. A Szováti úti vasúti átjáróhoz érkezve a gépjármű platója beleakadt a vasúti felsővezetékbe, amelyeket leszakított. A leszakadó felsővezeték a vasúti sorompót is eltörte. A férfival szemben közúti közlekedés biztonsága ellen gondatlan vétség miatt indult büntetőeljárás. Itt a sárnyvezetővel szemben intézkedtek a munkatársaim 2021. október 8-án. A rendelkezésre álló adatok tanulsága szerint hajnal 4 óra 15 perc körül időben Hajdúszoboszló Debreceni útfélen közlekedett egy férfi az általa vezetett személygépkocsival, amikor a munkatársaim intézkedés céljából megállították. A járművezetővel szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott, ezért a járművezetőjétől a helyszínen elvették a vezetőengedélyét, őt pedig elhajtották a rendőrkapitányságra. Ellene járművezetési utas állapotban vétség elkövetése miatt indult eljárás. A lakosság segítségét kérem egy lopás ügyében. A rendelkezésre álló adatok tanúsága szerint 2021. október 13-án 7 óra 30 perc és
szintén azon a napon 17 óra 30 perc közötti időben ezzel elég ismertelen elkövetők egy hajdúszoboszlói oldaudvarából eltulajdottak egy lezárt állapotú kerékpárt. A kerékpár egy Budapest-Csepel típusú agyváltós háromsebességes kerékpár volt, piros színű és fekete színű csomagtartó volt rajta. Kérjük, aki a bűncselekmény elkövetésével kapcsolatban információval rendelkezik, azt tegye bejelentést a rendőrkapitányságon. Bejelentéseiket munkaidőben megtehetik a Hajdúszoboszló Rákóczi utca 4 szám alatt. Telefonon az 52-es körzet 558 510-es telefonszámon szintén munkaidőben, illetve a 112-es segélyhívón a nap 24 órában megtehetik bejelentéseiket. A bejelentőre vonatkozó adatokat a rendőrség minden esetben bizalmasan kezeli.